Lelassult a közlekedés Nyíregyházán, miután megérkezett a havazás. A csúszós utak miatt az autósok is óvatosabbak voltak, de azt mondják, készültek a havazásra. Annyira nem lepett meg, mivel már előre jelezte az időjárás. Fel van készülve az ember, tél van. Mennyire csúszik az út? Hát az csúszik, még téli gumival is. Tehát vigyázni kell, óvatosan kell menni. Autókkal találkozott? Igen, találkoztam. Csak hát gondolom ilyenkor az autópályákat takarítják, ami elsődleges. Igen, takarítják. A sétáló utcát is, külön járdákat is, úttestet is. Találkoztam velük. A Magyar Közút és a Nyír VV gépei is folyamatosan takarítják az utakat Nyíregyházán. A hosszantartó, illetve folyamatos havazásra számítunk, így vissza fog fehéredni a város, de hát folyamatosan kint lesznek a gépeink, kollégáink, így a takarítás is folyamatos lesz. Előre láthatóan holnap reggelig fog havazni kisebb-nagyobb intenzitással, tehát ez azt jelenti, hogy a mellékutak, illetve a főbb közlekedési utak is változó mennyiségben, de hóval fedettek, illetve latyakosak lesznek, illetve lesz természetesen olyan időszak is, amikor vízesek lesznek, sónedvesek az utak. A következő órákban folyamatos hóesésre 10 és 25 cm közötti hómennyiségre kell számítani. A nagyforgalmú utaktól, illetve tömegközlekedési útvonalaktól kezdjük mindig a síktalanítás műveletét, és így haladunk ki ebbe a kisebb forgalmú, alsóbrendű utak felé. Azt tudni kell, hogy a mellékutakon csak 10 cm hóesést követően kezdjük el a síktalanítás műveletét. Az előrejelzések szerint a hétvégén az ország egy részén akár 15-20 cm friss hó is hullhat. A meteorológiai szolgálat ónos eső miatt adott kiriasztást a megyére.